srácok, veszélyben van Buda. Ébredjetek, veszélyben van Pest. Lelkünk mélyen születik egy csoda, szívünk köré nemzeti színfest. Vonuljatok utcákra, srácok, megszállóknak mondjatok nemet. Napszállósok, munkások, diákok, nézzetek velük farkas szemet. Bajtás tudom, puskád neked is volt, s a tömegnek gyújtójel szava. Mely millió zengő hangon így szólt, vörös ruszkék, menjetek haza! Keljetek fel, veszélyben van Buda, előre mind veszélyben van Pest. Meglássátok, lesz itt magyar csoda, hajna hasacs, eltűnik az est. Van ti ragazzi di Buda, van ti ragazzi di Pest, studenti, piacenti, operai, il sole non sorge più adesso. Szavalatot hallunk Strahovszki utcától, majd az énekkar énekel egy népdalt, a Bújdosik az Árva Madár kezdetű. Ezt követi Bátyi József polgármester úrnak az ünnepi beszéde, utána Ádám Jászmintól hallunk egy verset, az énekkar veszi át utána a szót, Koltai Gergely Isten újja megérintett című dalát fogja elénekelni az énekkar, közreműködik Margitán Imre gitáron. És ezután megkérjük a kedves közönséget, hogy az emlékművész váradjanak át, itt kerülsön a koszorúzásra, és az ünnepség befejezéseként pedig a szolgatókénye. Az 1956-os hősökre emlékezni és szabadságunkat ünnepelni gyűltünk ma össze, ide az 56-os forradalom tiszteletére emelt emlékműhöz. Az ünnep példa és tanulság. Az ünnep mérce és igazodási pont. Az ünnep tartást ad, erkölcsi alapot szolgáltat, és kapaszkodót biztosít számunkra a világban. Két világ veszett háborúja nemzeti veszteséglistára tette történelmünket. Most nem tudjuk, kire hivatkozhatunk. Mit szólna Petőfi és a tizek, ha a 12 pont szellemi örökségét keresnénk? A Filvaxból is talpon álló, vagy vörös rák lett a szégyentől pirosra főve. Hátrafelé mászva akarunk kiollózni a szocialista slamasztikából. Volt valamikor egy régi világ, akkor élt a